A Magyar Kézilabda Szövetség nagy hangsúlyt fektet az utánpótlás képzésre, már a legkisebbek számára is rendszeresen biztosítanak versenyzési lehetőséget. A gyerekek tornarendszerben lebonyolított erőfelmérőkön bizonyíthatnak. Valamennyi utánpótlás képzőműhely, így Szombathely is beállt a sorba, a Haladás Sportkomplexumba várták vasárnap a csapatokat. A mérkőzéseken elsődleges szempont, hogy a gyerekek jól érezzék magukat és megtanulják alkalmazni az edzéseken tanultakat. A gólokat épp ezért nem számolják. Az U10-es korosztály kisebb méretű pályán 2x15 perces mérkőzéseket játszott. Igazából szeretnénk, hogyha itt önfeledten tudnának még a gyerekek játszani, gyakorolnának, a meccshelyzetet nem stresszelnék túl, ezért sem számoljuk igazából a gólokat, bár ők azért magukban mindig szerintem számon tartják. Az a lényeg, hogy tényleg mindenféle izgulás nélkül a legjobbat tudják magukból kihozni, és ehhez ez megfelelő alkalom. A korosztályos bajnokság első fordulójára érkeztek csapatok Veszprémből, Zircről és Győrből is. A Haladás VS-e ifjú kézilabdázói két meccsen léptek pályára. Először a Keszthelyi Georgikonnal, majd pedig a Balatonfüred csapatával mérkőztek meg. A hangulatra nem lehetett panasz. A szurkolók minden tetszetős megoldást vastapsal jutalmaztak. A bajnoki pontvadászat második fordulóját december 9-én rendezik a győri Apor Vilmos iskola csarnokában.